A Magos zenekar a 10 éves jubileumát ünnepelte az idén. Most először koncerteztek Szoboszlón, ahol a legújabb lemezük anyagát mutatták be. Folk hétvége pénteki napjának első fellépője volt a Magos zenekar, akik idén ünneplik megalakulásuknak 10 éves évfordulóját. Hát mi elsősorban így a Székelyföldnek a különböző falvainak a zenéjével foglalkozunk, illetve ezen belül is a felső marosmenti népzenével. Van egy nagyon kedvelt zenész primás, akitől szoktunk tanulni, még a mai napig is él, Csiszár Aladár neve, és minden évben együtt szoktunk játszani a marosszéki népzene és néptánc táborban. Ez Marosvásárhelytől nem messze található, Jobbájtelkel nevű faluban. Annyiféle tájegység és népzene van, honnan jött pont ez? Hát ezt már nehéz lenne megmondani. Nekem előtte volt egy másik zenekarom, ahol egy kicsit másfajta népzenéket játszottunk, és ahhoz képest ez egy nagy váltás volt. Tehát felvételekről hallottam az ő zenéjét, és egyszer adódott egy lehetőség, hogy el lehetett menni hozzá, tanulni tőle személyesen. És én éltem ezzel a lehetőséggel, és annyira megragadott ez a találkozás, meg a zenetanulás, hogy elhatároztam, hogy én ezt meg szeretném tanulni. Így vette erre felé az irányt a zenekar is, mint ahogyan az a közösségi oldalon is olvasható róluk. Céljuk az eredeti hangzás megtartása mellett a népi kultúra zenei hagyományainak művelése és továbbadása. Hajdúszoboszlói fellépésük során több tájegység muzsikáját is eljátszották. Nemrég jelent meg az első hivatalos lemezünk, Forgatós a címe, a Magos zenekar első lemezének, és ez már a Fonó Budai Zeneház adta ki ezt a lemezt, tehát nekik köszönhetjük a lemez megjelenését, és ennek köszönhetően most már egyre több fellépésünk van, tehát egyre komolyabb helyeken lépünk fel, mint például most is. Nagy sikerrel! Minden korosztályból érkeztek érdeklődők, a széksorok pedig egyre csak gyűltek. Táncázat már muzsikáltak itt korábban, azonban arra, hogy önálló koncertet adhassanak, most nyílt alkalmuk először. Én nagyon örültem, hogy ide ismét eljutottam, mert a szervező is nagyon szimpatikus, aki ide hívott minket, és úgy gondolom, tehát a közönség is olyan lesz, hogy szeretni fogják, amit csinálunk. Ha már említetted a közönséget, nem ezen a fellépésen, hanem az eddigi fellépéseken, lehet azt látni, hogy milyen korú a közönségetek? Mert azért van egy ilyen sztereotípia, hogy a folk az inkább az idősebb korosztály. Ez teljesen változó, mert így van, tehát az idősebb korosztály az általában ők szeretik az autentikus népzenét, de most már egyre több fiatal van, akit ez érdekel. Szóval, és ez régebben is így volt. De sokan a folknak szentelik egész életüket. Vannak olyanok, akik kőkeményen az autentikus népzenét szeretik, fiatalok, viszont vannak olyanok, akik inkább így a feldolgozások felé húznak inkább. Milyen céljaitok vagy terveitek vannak a továbbiakra? Hát mi szeretnénk ezen az úton továbbra is ezt az utat szeretnénk járni, tehát ezeket a zenéket, ezeket a dallamokat
minél hitelesebben megtanulni és reprodukálni a közönségnek.